Ez egy rendkívül intím előadás. A különlegessége az, hogy ugyan egy szereplője van, de a bábok révén megsokszorozódik. Amikor én írtam a darabot, amikor Hoffer Kaleszerre felkért, számomra ez volt íróilag a legizgalmasabb, hogy úgy tudok megjeleníteni dialógusokat, hogy valóban jelen van a másik személy, méghozzá a bábok révén. De a bábok kicsik, a színpad kicsi. Ugyanakkor meg azt kell mondjam, hogyha úgy veszem, hogy ennek a darabnak az alaplényege az, hogy van egy ember, aki a gettóból kisgyerekeket ment, ez egy szép történet, ez a reália alapja, amikor az ember hozzáfog egy ilyen történet megírásához, megvizsgálja, hogy ebben mik az érzelmi tónusok, megvizsgálja, hogy milyen más helyzetek vannak a világban, hogy például milyen az, amikor valaki Szíriába odaadja emberkereskedőknek a gyerekét, mert abban bízik, hogy majd valahol Európába átviszi, és ott jobb élet, nem fog meghalni, és jobb életet fog élni. Hogy mer egy szülő rábízni egy gyereket, hogy meri kiadni a saját fennhatósága alól. Tehát van egy ilyen történet, és amikor ezen az egész történeten elgondolkodtam, ugyan én nem szeretem az allegorikus dolgokat, de mégis arról is szó van, hogy van egy, mindannyian élünk egyfajta zárt térbe, és hogy abból a térből kijutni lehetőségünk van-e, hogy képesek vagyunk-e meghaladni önmagunkat, és ez a zárt tér lehet az, hogy a saját véleményünket, a saját törzsi hovatartozásunkat, a saját elfogultságunkat, a saját határainkon képesek vagyunk-e túllépni. Tehát valamilyen módon ez a darab egyben arról is beszél, arról a világban való zártságunk és nyitottságunk pulzálásáról, és annak a megvalósulása, hogy széttörni körülöttünk azt a zárlányt. Arra gondoltam, hogy a testem még ennél a cellánál is kisebb cella. Hogy mindenki a saját testének a fogságában él. Hogy enni akar, hogy inni akar, hogy levegőt akar venni, és ha mindez nem működik, akkor nincs lélek. Van a színpadon egy zárt tér, van a színpad, mint egy zárt tér, van a színház, mint egy zárt tér, ami most bekerül az internetre, mint egy zárt térbe. Tehát ha nagyon direkt hasonlatot akarok mondani, ez minthogyha a darab belső, legmélyebb gondolkodásának a meghosszabbítása lenne. Tehát persze a cél az volna, hogy aki látja ezt a darabot, és látja, hogy a Mara, a színésznő mit produkál a színpadon, milyen fantasztikus, milyen erővel és milyen izgalommal tudja mozgatni ezeket a bábokat, hogy kíváncsiak legyenek és akarják ezt látni valós közelségben is. Nem akar mondani valamit?